Tisztelt kongresszus, kedves barátaink! Egy anekdota helyett engedjenek meg egy nagyon egyszerű Széchenyi idézetet. Még Dakota viccet sem fogok mondani, csak annyit, amit Széchenyi mondott, és ami azt hiszem érvényes valamennyünkre. Ha be is tartjuk, az egyetértés és az egyesülés a legnagyobb nemzeti kincs. Tehát micsoda? Az egyetértés és egyesülés. Most, mikor megérkeztem reggel, egy naptárt kaptam a Csíkszéke Nemzeti Tanács egyik vezetőjétől, de sajnos nem láttam itt a képviseletüket. Miért? Miért zárja ki a mi szervezetünk, az RMDSZ, amit ezelőtt 23 évvel végsősoron itt az idősebb generáció hozott össze? Azt a szervezetet, amelyik nem politikai jellegű, amelyik az RMDSZ-nek egyik a mi küzdelmünk árán, úgy mellékesen, programpontját kívánja csak végrehajtani, megvalósítani, a területi alapú, etnikai alapú székelyföldi autonómiát. Miért nincsenek itt a képviselői? Miért csak beszél az RMDSZ egyik-másik vezetője az egységről? Miért nem gyakoroljuk is? Mikor 1990-ben bennünket ki akartak ebrudalni az RMDSZ-ből egy úgynevezett agyagfalvi ügy miatt, amit a küldöttek országos tanácsa adott jóvá, tehát az RMDSZ testülete, akkor a most itt nem található udvarhelyi szenátor azt mondta, hogy az RMDSZ-en kívüli személyek meg akarják rontani a román-magyar barátságot, és ezek azok akarnak, akik autonómia referendum ügyében szerettek volna megszólalni az agyagfalvi 1848-as emlékülésen. Nos, nagyon furcsa hangzik ezeknek az embereknek a szájából, amikor a nevünkben beszélnek, mint valami nagy harcosai az autonómiának, az önrendelkezésnek. Uraim, itt harc volt a szervezeten és a szövetségen belül jó bőven, de ellenük kellett folytatni a harcot. Azért ne hamisítsük meg a saját történelmünket éppen ilyen mértékben. Nem vagyunk még sem halottak, sem szenilisek olyan mértékben, hogy elfelejtettük volna, hogy mik voltak és hogyan zajlottak le annak idején a neptuni találkozón és hasonlók. 15 éve várjuk az akkor már terítékre hozott és sokszor megszavazott autonómia statutumok elfogadását az RMDSZ-től, a mi szövetségünktől, mert ez nem párt, mint ahogy elhangzott néhány hozzászóló szájából, ez szövetség, vagy legalábbis annak hoztuk létre. Nos, ez a sokszínű szövetség a mai napig nem fogadta el a háromszintű területi sajátos státusú helyhatósági, illetve személyi jellegű vagy kulturális autonómiát. Három szintről van szó, kérem, nem kettőről, nem kulturális és területi, hanem a másik is rendkívül fontos, itt legalább ötön föl is emlegették, hogy ahol 23%-nyin vagyunk, hát azok nem kapnak semmiféle autonómiát, nekik kell a harmadik szint. Kérem, ott van az RMDSZ irattárában, ha kell, akár ma leadom még egyszer, mert nyomtatásban is megjelentettük utóbb. 15 éve elfogadatlan az autonómia statutumaink, amit beadta az RMDSZ levébe egyes csoportok, többek között a mi barátaink, azok sem elfogadott RMDSZ dokumentumok. Tehát nem szavazta meg sem kongresszus, sem küldöttek országos tanácsa a KOT, illetve most a szövetségi képviselők tanácsa. Uraim, nem állunk valami fényesen azért az egység és a közös tevékenység dolgában. Ezen a kis naptáron, amit kaptam a
Csíkszéki Székely Nemzeti Tanács ajándékaként szerepel a Székelyföld történelmi térképe. Kérem, a regionalizáltát tessék tekintetbe venni, mert különben teljesen elfogy Udvarhely Székely, ahonnan a legnagyobb a kitelepedés az országból. A rettenetes gazdasági viszonyaink miatt, amik ott kialakultak, mert gyarmaton belüli gyarmatnak számít Udvarhely Székely. Ez érvényes az egészségügyre, köszönöm szépen, érvényes az iskola ügyre. Hát beszéljek arról, hogy a legrégebbi székelyföldi római katolikus iskola a székelyudvarhelyi, amit 100 éve a székelyek építettek, és Majláth Károly püspök, ez romladozik, beesik az eső, mert a polgármesterünk nem méltóztatik ebbe az irányba pályázni, nem méltóztatik fölépni, viszont a tantestületet, mint butoripari mérnök tudja bírálni, hogy azok talán nem dolgoznak jól. Honnan veszi a kompetenciát ez az ember ehhez? Befejezésül a platformunknak, az Erdélyi Magyar Kezdeményezésnek, amely az első volt platformként, a megszüntetése ellen szeretnék protestálni. A 7. pontban, az alapszabályzat 7. tervezett pontjából kimaradt a keresztény szociális platform, ez pedig az Erdélyi Magyar Kezdeményezés. Azért szociális, mert olyan szociális kérdéseket vállaltunk föl, köszönjük szépen, mint a 18, illetve 5 évre elítélt székelyeknek a börtönből való kiszabadítása. Én is köszönöm a türelmüket. Köszönöm szépen. És befejezésül még csak annyit kérnék, hogy odakint, sajnos nem bent, a MOGYE, a Marosvásárhelyi Orvos Egyetem tüntetői vannak. Szégyen, hogy ide nem jöhettek be. Köszönjük. És szégyen, hogyha bennünket kiseplőznek az RMDS-ből, pontosan azért, mert nem talpsomogató felszólásokkal kedveskedünk. Köszönöm a plusz 2 mondat lehetőségét. Köszönjük szépen. Következik.